Ugye a műsorban is idéztem Balogh Paci barátomnak azt a mondatát, hogy itt csak az érzi magát idegennek, aki idegennek akarja magát érezni. Eleve ez egy karácsonyi gondolat volt, és mivel azt éreztük különazonosnak, hogyha a legszűkebb környezetünkön egy picit túlmutatóan, de mégiscsak így valahogyan behatárolhatóan tudunk segíteni, akkor annak Józsefváros legyen az alanya, és ilyen szempontból ez egybevágott az együttés azzal a szándékkal, hogy mi amúgy is szerettünk volna valamit kezdeni ezzel a helyzettel. Nyilván vannak adott esetben akár rosszabb helyzetben lévő települések is, nyilván vannak adott esetben akár rosszabb helyzetben lévő közösségek is. Jó lenne, hogyha lenne minden településnek egy partizánja, de mi nem mások ellenében álltunk Józsefváros mellé, hanem józsefvárosiak mellé álltunk, és reméljük, hogy a példánkat esetleg mások is követik, reméljük, hogy a példánkat a magyar állam és a magyar kormány is majd követi, mert elsődlegesen azt gondolom, hogy nekik lenne most kiemelt felelősségük, hogy vállalják ezeknek a következményeknek a kezelését, és odaálljanak az emberek oldalára, amikor a legnagyobb a szükség. Partizán az egy józsefvárosi közösség, és nagyon örülünk, hogy itt dolgoznak, és itt találtak otthont maguknak. Közben kialakult a mi kommunikációs vezetőink és a Partizán vezetői között egy szakmai koncepció, beszélgetés arról, hogy így az év végén, akkor, amikor egyébként is az önkormányzat legfontosabb tevékenysége a bajba jutott józsefvárosiaknak a segítése, és emiatt gyűjtünk, hogy akkor megtámogatnák ezt egy műsorral, egy online 3 órás műsorral, amely tulajdonképpen egy klasszikus adománygyűjtő műsor volt, mindenféle érdekes emberrel, vagy fontos emberrel, és közben jöhettek az adományok. Ez alatt a 3 óra alatt 700 000 forintot ajánlottak föl jó szándékú emberek. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a 700 000 forint, ez 140 családi karácsonyi alapélelmiszer csomag, 140 családnak tudunk, vagy 140-nel több családnak tudunk segítséget nyújtani. Ez a, hogy mondjam, a kézzelfogható eredmény. Amikor megtudtuk, hogy erre van egy kifejezetten dedikált gyűjtés, akkor azt gondoltuk, hogy az egy kötelességünk, hogy mi ehhez a magunk eszközeivel hozzátegyünk és segítsünk. Eleve nyilván ez az időszak arról szól, hogy azok, akik esetleg megtehetik, mert van többleterőforrásuk, nyilvánosságuk, szimbolikus tőkéjük, bármilyen módon privilegizáltak, azok a privilégiumaikkal felelősségteljesen éljenek, és próbálják segíteni azokat, akiknek kevesebb jutott. Ha jól tudom, akkor még mindig érkeznek felajánlások, nagyon sok tárgyi felajánlást kaptuk, ugye a Kőris utcában, a JSZSZGK-nak a telephelyén gyűjtjük a tartós élelmiszert, illetve a tisztálkodószereket, amelyekre szükség van, a kesztyűgyárban pedig a felajánlott laptopokat, amelyekkel szegény családok gyerekeit fogjuk majd támogatni, hogy az online oktatásban is részt tudjanak venni. Nincsen kis ajándék, vagy kis adomány. Tehát pár kiló liszt a nagy bevásárlásnál, hogyha gondolnak ránk, is megteszi, mert valakinek az pont hiányozni fog. És ő, a mi munkatársaink, a JSZSZGK-nak a munkatársai, illetve az önkénteseink a karácsonyi ünnepek alatt is dolgoznak majd, és a két ünnep között is kivisznek. Az nagyon fontos, hogy mi nem a józsefvárosi önkormányzatnak gyűjtöttünk, hanem a Józsefvárosban élő rászoruló embereknek gyűjtöttünk. Azt, hogy az önkormányzat együttműködést vállal és közvetít civil szervezetek és érintettek között, hogy az önkormányzat a saját erőforrásait is maximálisan beleforgatja ebbe a munkába, az, hogy egyébként most már ugye kifejezetten közösségi funkciókat tudatosan fejleszt azért, hogy minél nyitottabb, minél demokratikusabb legyen a működése, ez szerintem nem csak hogy üdvözlendő, hanem kifejezetten erősítendő vagy pártolandó. Jó lenne, hogyha minél több ilyen önkormányzat lenne az országban. Én azt gondolom, hogy ebből az önkormányzati attitűdből adódik az is, hogy mondjuk a Partizánnak egy ilyen kezdeményezés mellé oda lehet állnia, sőt oda kell állnia. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy valamilyen hatalompolitikai manővernek lennénk a társtettesei, hanem arról van szó, hogy van egy közösség, a józsefvárosiak közössége, ami most egy nagyon súlyos krízist él át, csak úgy, mint az ország egésze. De a józsefvárosi közösségnek nagy szerencsére vannak olyan aktív civil állampolgárai, aktív civil egyesületei, és van egy ehhez megfelelő módon és adekváltan álló helyi vezetés,
amely nem politikai hasznot akar ebből a helyzetből realizálni, hanem a szükségeket kielégíteni, valamilyen módon segíteni azt, hogy minél kevésbé legyenek megterhelve az emberek ezekben a napokban. De nézzünk tovább, tekintsünk tovább, a járvány velünk marad még hónapokig. Nagyon reménykedünk a vakcinában, hogy itt lesz majd, és hamar megtörténik az oltás, de addig ki kell bírnunk, és addig nagyon sok embernek lesz egyre nehezebb a helyzete. Fontos, hogy azt érezzük, hogy ebben a nagy vállalásban mindannyiunknak van szerepe, és hogy lehetőség szerint minden rászorulónak jusson valamilyen segítség. Szerettünk volna adni egy átfogó képet arról, hogy hogyan zajlik az együttműködés és kifejezetten segítségnyújtás Józsefvárosban. Tehát egészen onnantól, hogy a különböző civil szerveződések hogyan próbálnak önkéntes toborzásban, ajándékcsomag, élelmiszeradomány, tárgyi adomány eljuttatásában szerepet vállalni, azon keresztül, hogy milyen helyi tanodakezdeményezés van, milyen helyi segítség van a kisiskolások digitális oktatásban történő részvételének elősegítésére, egészen addig bezárólag, hogy egyébként a hajléktalan ellátásban a legkiszolgáltatottabbak milyen módon kapnak olyan adekvát segítséget, hogy nagyon egyszerűen ne fagyjanak meg ezen a télen. Nagyon megható volt az, hogy a Partizán, amely már önmagában azzal segített bennünket, hogy nyilvánosságot adott ennek az adománygyűjtő akciónak, maga is beszállt adománnyal, kaptak egy nagyon fontos díjat, és ennek a díjnak a pénzjutalma 250 000 forint bekerült ebbe a felajánlásba. Örültem magának a pénznek is, de annak még jobban, hogy azok, akik lehet, hogy korábban nem érezték magukat Józsefvárosban annyira otthonosan, azok közül egyre több ilyen közösségtől, vagy emberektől hallom, és ez egy jó visszajelzés, hogy lehet, hogy nem vagyunk gazdagok, lehet, hogy nincsen annyi lehetőségünk, mint akár 2-3 évvel ezelőtt is volt, de hogy a hangulat, a közhangulat és a józsefvárosi lét az egy kicsit könnyebb lett. Mi kaptunk egy díjat a Társaság a Szabadságjogokértól, az idei szabaddíjnak a közönség díját nyertük el, ezúttal is köszönet mindenkinek, aki a szavazatával megtisztelt bennünket. Ez együtt járt egy pénz jutalommal is, aminek az összege 250 000 forint volt. Mi nyilvánvalóan adományokból élünk, felajánlásokból élünk, közösségi adakozásból és pályázati pénzekből, tehát nálunk minden forintnak van helye. De egy ilyen válsághelyzetben azért azt kell mérlegelni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket talán egy kicsit ilyenkor lehet priorizálni. Volna hely ennek a pénznek nálunk is, de nagyon más az, amikor ételre kell, vagy igen, alapélelmiszerekre kell megteremteni a lehetőséget, vagy pedig arra, hogy legyen egyel több objektív, nem tudom, egy 5-tel több memóriakártya, egy új laptop. Ezek nagyon fontosak a mi stúdiónk, meg a mi működésünk szempontjából, ezeket nem akarom bagatellizálni, de hát azért mégiscsak érezzük azt, még mi is, akik egyébként elkötelezettjei vagyunk a munkánknak, hogy ilyenkor azért lehet egy kicsit hátrább priorizálni az ilyen technikai műszaki fejlesztéseket. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a pénzt, ezt fölajánljuk ebben a gyűjtésben. Itt azért fontos azt korrigálni, hogy ha már van lehetőségem, akkor ezt hadd tegyem meg, hogy a TASZ azt jelezte, hogy ezt a pénzt mi erre egyébként nem használhatjuk föl, mert a támogatási politikájukban ez így nem fér bele, mert ez politikai támogatásnak minősül, ezért őket nem akarom egy kellemetlen helyzetbe hozni. Ezért annyiban módosul a mi felajánlásunk, hogy ez az én személyes felajánlásom a Partizán nevében a józsefvárosi alaphoz, úgyhogy mi ezzel kívántunk hozzájárulni ennek a helyzetnek az előre mozításához. Ismét egy kicsivel erősebbek lettünk ez a közösség. Olyan emberek is adományoztak, akik nem feltétlenül laknak Józsefvárosban, de fontos az, amit csinálunk, és fontos az, hogy az itteni emberek is érezhessék azt, hogy valaki törődik velük. Sokan vannak sajnos, és egyre többen lesznek, én azt gondolom. Az önkormányzatnak a lehetőségei az ismert okok miatt azért eléggé korlátozottak, és sajnos korlátozottabbak is lesznek. Úgyhogy minden ilyen segítségre szükségünk van. Nagyon hasznos lenne, és nagyon jó lenne, hogyha minél több ilyen lokálpatrióta kezdeményezés lenne, miközben nem csak lokálpatriotizmusra van szüksége az, hogy ez egy igazságosabb társadalom legyen, hanem elsősorban szolidaritásra, de mi ezt a szolidaritást a saját eszközeinkkel így tudtuk most a legjobban gyakorolni. Szeretnénk, hogyha mindenki azt is érezné, aki segít és aki támogat, hogy
ő egy nagyobb közösség része, és egyben ő rangyala is. Amikor pénzt adományoz, amikor javakat visz a raktárunkba, amikor segít egy másik embernek bevásárlásban, gyógyszertámogatásban, amikor önkénteskedik, akkor jó arra gondolni. Ezt én személyesen is megtapasztaltam, hogy a cselekedetünk az túlmutat önmagán, és valami nagyobb dolgot épít. Ez a nagyobb dolog, ez a Józsefváros, és ez a közösség erejére alapozott Józsefváros. Nekem azt súgták az önkormányzati ismerőseim, hogy lassan már talán 1,5 millió forintnál tart az a pénzösszeg. Nem biztos, hogy egészen ott tart, de valahol alulról már súrolja, amit a műsor nyomán beérkezett adományokból Józsefváros fel tud majd használni arra, hogy többlet adományokat biztosítson a rászorulóknak. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb sikere nem lehet egy ilyen műsornak, és ennél nagyobb öröme nem lehet a mi csapatunknak, hogy ehhez mi a magunk eszközével hozzá tudtunk járulni. Persze, amikor azt láttam, hogy mennyire erős ez a dolog, amit közösen kitaláltunk, hogy milyen sokan reagálnak és milyen sokan segítenek, akkor persze azt éreztem, hogy na, ezt akkor oda raktuk, ezt oda tettük, ez tök rendben van, Pikó. Szóval, hogy ez így működik egyrészt, másrészt meg azt éreztem, hogy a baromi jó Józsefvárosinak lenne. Ezt éreztem.